Itt Tivadaron, ezen a 220 lelkes településen évente átlagosan 5-8 ezer vendégészakát töltenek el a turisták. A legtöbben a páratlan szépségű felső miatt érkeznek a beregés és a Szatmári térségbe, ahol a vendégek úszhatnak, kerékpározhatnak, megismerkedhetnek a népi gasztronómiával és természetesen a falusi élettel. Csak Tivadaron 8-10 vendéglátóhely van az üdülő területen kívül. A legnagyobb látogatottság természetesen a nyári időszakban van, ám sokan már most lefoglalják a helyeket. A tapasztalatok szerint egyre több turista érkezik a térségbe. Tartom a vendégfogadókkal a kapcsolatot, szoktunk találkozni, és tehát akik régen csinálják és jól csinálják, ott, ott azt mondom, hogy növekedés tapasztalható. Volt egy időszak, amikor egy kicsit stagnált, a válság miatt is talán, de de most egyre több turista látogatja meg térségünket, és nem csak nyáron, hanem az egész év folyamán. Hiszen nagyon sok rendezvény van Szadmár-Berekben, amiért érdemes eljönni a turistának. A vendégfogadók jól felkészültek, tudnak ötleteket adni. A szakemberek szerint sokszor előnyt élveznek azok a vendégházak, amelyeket a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége minősített. Ezek a házak nem csillagot kapnak, mint a szállodák, hanem napraforgót. A négy napraforgó a legmagasabb kategória. Ez egyebek mellett azt jelenti, hogy minden szobához épült fürdőszoba, a vendég gyakorlatilag szállodai körülmények között pihenhet. A folyamatos fejlődésnek köszönhetően már a megyében a legnagyobb szállásszámmal a falusi turizmus rendelkezik. Azt lehet mondani, hogy durván most egy ilyen 120 házán rendelkezésre, és hogyha ezeket ugye azt mondom, hogy 10 és 16 ágy között, vagy ha csak 8 és 16 ágy között felszózom, akkor mindjárt azt mondom, hogy a vidéki szállások tekintetében biztos, hogy mi vezetünk. Mondjuk Nyíregyházát nem számolom ebbe a kategóriába, az egy külön, ugye a szállodai kapacitást tekintve egy külön osztályba sorolandó. De hát ilyen szempontból nem állunk rosszul, sőt azt lehet mondani, hogy nagyon sok új ház épült, amelyek már megfelelnek a négy napraforgós minősítésnek, mert csak ezt szabad építeni, és ez tulajdonképpen annyi, mint egy négy szállodát képzelnénk el vidéken. Szakemberek szerint a falusi turizmus további fejlődéséhez elengedhetetlen a népi hagyományokra épülő programok bővítése, amely ugyanis csak akkor lehet igazán vonzó, ha olyan szolgáltatásokat nyújt, olyan kézműves vagy gasztronómiai eseményeket szervez, amelyek csak erre a térségre jellemzőek.